Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai napon itt vagyunk most a Pongrácz Gergely téren, és igazából nagyrészt FJX és FKU Volvókat fogunk felvenni kívülről, és hát ugye először is azért jöttem most ide, mert majd itt egy GVM is el fog haladni lassan a 80-ason, illetve a 32-es is itt jár, ahol két FJX Volvo is van, meg két FKU, valószínűleg valamelyik FKU-t fogjuk csak tudni itt lekapni. Azt hiszem, hogy az egyik már jön is, de az lehet, hogy az FLR 705, majd mindjárt megnézzük. És akkor utána majd bemegyünk az őrsvezér terére, a 85-ösön is van egy, illetve az összes többin is. És hát a legtöbbön, amik ugye az őrsvezér teréről indulnak, igen, itt is van az első FKU-k, úgyhogy ezt is fel fogom most menni. Szóval akkor ez lesz a mai terv, tartsatok velem. Na hát a GVM az mégis volt itt a Májva utcánál, úgyhogy akkor menjünk 80-assal az ősvezér terére. Egyébként örülnék, hogyha ma lenne valami pótlás, mert botokból valami hosszú videót azt annyira nem lehet készíteni. Egyébként még a 85-ösön van a Glov 877, aminek az érdekessége, hogy egyszer már ugye június 10-én is elejtezték, de augusztus 26-án vissza kellett venni az állományba, hiszen még két csuklós citáró nem állt forgalomba, és azért szükség van rá, illetve még a Lob 878-al is ugyanez volt a helyzet, úgyhogy így talán még különlegesebb. Úgyhogy az őrs azért erre az tényleg az egyik legérdekesebb spot hely, így minden reggel és délután, hiszen minden leköszönőben lévő jármű van ott, vagyis hát nem is így fogalmaznék, mert valamelyik azért még annyira nincs leköszönőben, de például ott vannak a GVM trolik a 80-ason, akkor rengeteg Volvo 7700-a, amik azért mondjuk bőven nem leköszönőben vannak, de FJX-ek már afelé közelítenek. Akkor még vannak ugye Mangula a G318-osok a 85-ösön néha napján. Úgyhogy hát sokat lehet felsorolni.